Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora október 24-én hétfőn. 1956-ban ezen a napon már dödögtek a fegyverek Budapesten. A hatalom birtokosai puskákkal próbálták menteni a menthetőt, miközben a forradalmárok szabadságokért harcoltak. Mi, már, mi más lehetne a témánk ma, mint a forradalom és a szabadságharc, Pénteken, az ünnep előestéjén Gáva vencselő emlékezett a megyei önkormányzat az 56-os hősökre. Karab Zoltán kollégám járt a helyszínen. A mandalada Színház művészei és a nagyközség diákjai közreműködésével tartottak megemlékezést péntek délelőtt Gáva Vencsellőn. A Rakowski Sámuel Általános Iskola aulájában megrendezett október 23-ai ünnepségen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, a forradalom hősei 1956-ban rakták le a mai szabadság alapjait. Azokból az utcakövekből, azokból a bazalt kockákból, amelyeket felszedtek és barikádokat építettek, azokkal a szabadságot védték, és azokból az utcakövekből, illetve azokból a bazalt kockákból rakták le lényegében szimbolikusan annak a szabadságnak az alapköveit, amely úton elindultunk, és most itt, ma Magyarországon a magyar nemzeti szuverenitást tudjuk ünnepelni október 23-án, és ezért kell, hogy mindig emlékezzünk az 56-os hősökre, az 56-os szabadságharcosokra. Baracsi Endre hozzátette, 56 szellemiségének örökké kell élnie, ezért minden nemzedék feladata, hogy ezt átadja a következő generációk számára is, akik már beleszülettek a szabadságba. Berec János, Gáva Vencsellő polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, 1956 akkor éri el a célját, ha ma is képesek vagyunk megharcolni a függetlenségért. A polgármester azt azt mondta, a településen nem voltak összecsapások, de az idősebbek még látták a szovjet tankokat átvonulni Gápa előn. Mindenki látta, hogy Pest felé, Pest felé mennek, tehát ott zajlanak az események. És a vidék várta, hogy mi lesz a megoldás. Tehát egy kicsit a háttérbe szorultak a vidéki emberek, a parasztok, a gazdák. És lehet, hogy egy kicsit ez is volt a forradalomnak a... Nem azt mondom, hogy emiatt bukott meg de ha a vidék egy kicsit másképp kezeli, de hát persze a kommunikációban az időben nem úgy működött, ahogy manapság. Tehát ha már a külterületeken, Szabolcsba egy év, egy útvonalakon meg lehetett volna rekeszteni a szovjet tankokat, egy kis ellenállás, egy kis, egy kis partizán akciók, tehát ilyenekre gondolok, akkor lehet, hogy más kifejlete lett volna mindennek. Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője emlékeztette az ünneplő közönséget, hogy a nyugat egy esetleges nukleáris háború elkerülése érdekében cserben hagyta a magyarokat 56-ban. A történész elmondta Magyarország számára 1956-ban az lett volna a legjobb, ha a szomszédos Ausztriához hasonlóan mi is független országá válhattunk volna a NATO és a Szovjetunió között. A politikus beszédében megemlékezett a nemrégiben elhunyt 56-os hősről, Wittner Máriáról is. Én nagyon sokat beszélgettem vele, ez a személyes élmény meghatároz engem is, hogy ő a lyukas zászló, hogy hogyan vágták ki a szovjet Típusú címert, hogy hogyan mentek az egyetemisták az utcára, hogy azok a fiatal lányok hogyan osztottak ételt, hogyan fogtak fegyvert, hogyan készítettek molotov koktélt, és gyakorlatilag eszmékért harcoltak, a szabadságért és a függetlenségért, mert nem egzisztenciát akartak maguknak, és utána jöttek a sötét novemberi napok, jött a megtorlás, és nagyon sokan. Börtönbe kerültek, többeket kivégeztek, és voltak, akik elhagyták az országot. Több mint 200 ezer honfitársunk hagyta el az országot Ausztria és Nyugat-Európa irányába, és később ment Amerikába, vagy éppen más földészekre, akár Ausztráliába is. Vinai győző Vitnár Mária mellett kiemelte még mint József Bíboros herceg primás Esztergomi érsek alakját, aki a képviselő szerint a vallásos emberek számára örök példakép marad, mivel az érsek a szovjet elnyomás alatt is kiállt a vallás szabadság mellett. A megemlékezése az 56-os emlékműnél folytatódott, ahol az ünneplők koszorúk elhelyezésével rótták le tiszteletüket 1956 áldozatai előtt. Folytassuk a témát már a stúdióból, vendégem Drabancem Robert történész, akivel a megye és Nyíregyháza hőseiről, történéseiről beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye 1956. október 23-a nem csak úgy áll a magyar történelemben, annak van számos előzménye Budapest ti történéseknél azt szokták mondani, hogy a egyetemisták, a fiatalok kezdték el, de szinte azonnal már aznap 23-án a fővárosi munkások csatlakoztak a követelésekhez és magához a megmozduláshoz. Ez mennyire volt tetten érhető a megyében és nyíregyházan az, hogy fiatalok kezdték el, és a helyi munkásság azonnal csatlakozott ezekhez a követelésekhez? Fogom mondani. Kezdjük ott egy picit a történetet, hogyha már... Tényleg ilyen helyi szálakat bogozgatunk, meg ilyen helyi dolgokról beszélünk, hogy már nem is gondoljuk, meg valószínűleg senki nem gondolja ezt a dolgot, hogy Nyiregyházának milyen fontos szerepe van 56 történéseiben. Mert ha formálisan ránézünk, természetesen nem, majd elmondom, hogy miért nem, de ha csak abba gondolunk bele, hogy általában akik erről könyveket írnak, vagy komolyan nyilatkoznak 56-tal kapcsolatban, akkor mindenki ott kezdi felvenni a szálát a történetnek, hogy 1956. október 6-a, ugye Rajknak az újratemetése, és azt soha, majd mindig hangsúlyozni akarom, hallgatóknak is mindig szoktam volt mondani, hogy hozzánk járt gimnáziumba. Az evangélikus gimnáziumnak volt, hát persze akkor értem szerint még. Persze nem, mert amikor ő érettségizett, akkor még mindig evangélikus gimnázium volt, tehát evangélikus gimnázium, ugye eredetileg udvarhelyi, székelyudvarhelyi nagy családból származik, és az egyik bátyja itt a hangyaszövet szövet dolgozik, és ő hozzá el otthonról, betegeskedik az édesapja, nem sokára meg is hal, és ide jön Nyíregyházára, itt végzi el a középiskolát, itt fog majd érettségizni, és utána aztán, hát persze tanár akar lenni, hogy a napokhoz ragaszkodjunk, szóval tanár akar lenni, és aztán kikerül Franciaországba, Francia a spanyol polgárháború, kommunista mozgalom, az egy másik dolog, de a történet itt kezdődik, 1956. október 6-án, mert hogy ez a bizonyos kázus belli, az itt van, itt ez a folyamat lesz. Ér ez már egy néhány hónapja érő folyamat, már késő télen, korai már lehet látni, hogy változások lesznek, petifőkörrel körrel kapcsolatos viták, és alapvetően van egy felfokozott politikai élet, ami ezért. Azért érdekes, mert azért egy ennyire kontrollált, lenyomott rendszerben, mint amilyen mondjuk egy kommunista diktatúra, itt már bizonyos elmozdulásoknak is már óriási szerepe van, nem az még, hogy a társadalom megfogalmaz önmagát és elkezdenek társadalmi kérdésekről vitatkozni. Szóval, hogy 56. október 6-ától már tetten lehet érni ezt a dolgot, hogy a, elsősorban természetesen az egyetemi ifjúság, és természetesen Budapest a 10 program, utána a 16 pontos program megjelenése, a lengyelekkel való szolidaritásnak a kinyilvánítása, hogy aztán október 23-án délelőtt ugye meginduljon a felvonulás majd, és ő aztán pedig hát elkezd, elkezdődjenek majd a forradalmi események. Na most a másik fontos szempont, amit azért ha helyi dolgokról beszélünk, érdemes tisztáznunk, hogy hát ez a megye is, maga a város is, de a megye is értem szerint az agrárszektorhoz tartozik. Ha megnéznénk a társadalmi összetettségét magának a megyének, akkor azt látnánk, hogy több mint 75%-ában akkor ott még a lakosság az agrárszektorhoz tartozik valamilyen vonzás körzetében. És amikor a 48 után megindulnak az iparosítás kísérletei, akkor is ez a megye, maga a város is, alapvetően olyan iparágok jelennek meg, amelyek az agrárszektorhoz kötődnek. Tehát fel dolgozóipar, könnyűipar. Tehát igazából hiányzik az, ami az egyik kovásza lenne a történetnek. Nincsenek munkások, vagy nagyon-nagyon kevesen vannak munkások, és mi, hogy a felsőoktatás sincs még 56-ban, értelem szerint hallgatók sincsenek. Tehát nem kell elvárnunk azt, hogy mi legyünk az élcsapat 56-ban, mert hogy teljesen más adottságokról indul. Ezért jók azok a legújabb kutatások, amelyek már elviszik majd az értelmezéseket a vidék, a falusi, az agrártársadalom irányába is, mint egy megcáfolva azt a, hát inkább a kádárrendszer által kialakított képet, hogy a falu az nyugodt maradt, ott nem történtek változások, ott mindenki kivárásra alapozott, miközben ha közel majd a tényekhez is megnézzük, éppen mondjuk Szabolcs-Szatmár megyét, akkor akkori elnevezéssel, akkor azt kell látnunk, hogy az agráriumban is megindulnak majd a változások, és ott már ott vannak azok a jelek, hogy mit szeretnének. Szóval, hogy 23-án, hogy visszatérjünk az eredeti kiinduló ponthoz, nem történik semmi. Mm. 23... Az egyébként egy is számít, hogy nyilvánvalóan akkor is, mint ahogy most is, nagyon sokan dolgoznak Budapesten ebből a megyéből. Gondolom, hogy hozzák a híreket, mert hogyha a sajtó... Ugye nem is úgy működött akkor, mint ahogy most. Tehát azért elég lassan jöttek a hírek, de gondolom ezek az emberek azért hozták, hogy mi történik Budapesten. De kellett valami jó itt is, hogy legyen ahhoz, hogy meginduljon bármi is. Igen, az alapvetően a, az egyik ág, amit a fő ága lesz majd a, a forradalomnak, az természetesen a vasúthoz, a közlekedéshez kötődik. Akkor ezzel ugye nem árunk elő olyan nagy titkot, hogy annak a végpontja záhony. Amikor Szovjetunió teret nyer a Kárpát-medencében, második világháború, és utána lemondatják a cseheket erről a, kárpát, a mai kárpát nevezett területről, akkor Zámi szerepe felértékelődik, hiszen rajta kereszt csap keresztül folyik majd a forgalom Szovjetunió irányába, illetve Szovjetunióból Magyarország irányába. Fejlesztik ott a vasúti átkelőhelyet, és ebből következik az, hogy a vasút lesz az, a legmegbízhatóbb, hiszen maga a vasútasok akkor is naponta járnak, mondjuk Záhony és Budapest között, Budapest és Záhony között. Ráadásul 24-én a tárnok testvéreket megölik, ők nyíregyháziak, és neki az édesapja hazahozza őket a városba, és ezek a, a vasútról érkező hírek, másrészt pedig ezek a tragikus hírek lesznek, amelyek először a városban izgatottságot hoznak majd létre. Aztán, mivel hogy itt van a szovjet hadsereg, azért ne felejtsük el, úgy vagyunk az 50-es éveknek ebben az időpontjában, hogy van Magyarországon szovjet hadsereg, tehát nem vonulnak ki, hanem itt vannak jelen, és az ő mozgásuk, hogy mondjuk így demonstratív mozgásuk, először csak a város körül, aztán magán a városon keresztül, ezek mind-mind összeadódnak, és utána értem szerint jönnek már a rádión keresztül a írek, jön aztán a, a, személyes tapasztalatok, tehát ez egyik kell hozzá néhány nap, amikor úgy megtöltődik hangulattal maga a város, megjelenik az a feszültség, ami amúgy alapvetően benne van a megyében, hiszen mint ahogy mondtam, a agrárium itt a legfontosabb, és azért abban, ha belegondolunk, hogy a 53 után, amikor Nagy Imre kormányra kerül, engednek a szorításból, de 55-ben, amikor Rákosék megpróbálják visszaszerezni és megszilárdítani hatalmat, újból nagyon erős teljes megszorítások vannak az agráriumban, akár gondolunk a beszolgáltatási kényszerre, az, az adózási kötelességre. Alapvetően beszorítják a kollektivizálásba magát a a paraszti társadalmat, hiszen ott 45 után igazából két út van előttem, két lehetősége van az agrár benne élőknek, vagy ez a családi kisüzemi gazdálkodás, és akkor abba az irányba haladó kapitalizáció, vagy a másik a nagyüzemi, és ugye 48-ban ez megoldódik, hogy a nagyüzem az valójában kollektivizálás jelent. Szóval, hogy elveszik a földeket, térszeket hoznak majd létre, ahol rendkívül kedvezőtlen helyzetbe kerül a parasság. Ráadásul minden olyan ö, karrier célt, ami a paraszt számára fontos, tehát a föld szerzése, esetleg még több föld szerzése, tehát hogy a földből való építkezés, ezt lezár. Tehát teljesen lezárja, egy kicsit ilyen kiúttalanná teszi a paraszti társadalmat ö, ez a változás, és ez belülről egy óriási feszültséget hoz létre. Aztán ne felejtsük természetesen el a a vallással kapcsolatos dolgot, amely ugye a materista ideológia az egyház szerepét lecsökkenti, a vallásos nevelést megszünteti. Egy olyan társadalom az agrárszektor meghatározó. És feltételezhetjük, hogy nagyon fontos szerepe van az egyházaknak és a vallásos gondolkodásnak. Ezeknek a negligálása szintén feszültséget szó, szóval, Pócs hogyha gondolunk, csak ilyen jelekre, amelyek ebben a korszakban erre mutatnak. Szóval, hogy a feszültség megvan, a, a gyújtó zsinór már ki van feszítve, és ezek a hírek ott, ami 23-án után érkeznek, és az a tragikus esemény, ami éri a várost a két tárnak, fiúnak a halála, ez fogja majd a városban egy ilyen nagyon erőteljes emócián is töltetet hozni. Ráadásul ugye 26-áról beszélünk, mert 26-án kezdődnek nyiregyezem aztán az események. Mert egy fizetésnap volt akkor, tehát sokan vannak bent a városban, sokan jönnek be a külső telepekről a fizetésüket felvenni, szóval, hogy van egy tömeg, és van egy, van egy konkrét történelmi szituáció, ami ott 26-án találkozik, ez egy pénteki nap, találkozik majd egymással, és akkor indulnak el majd a forradalmi események itt a városban. A megyében és a városban a helyi hatalom mennyire volt erős, vagy elfogadott, hát ahhoz képest ahogy ugye Budapesten nagyon hamar végül is nem tudták eldönteni, hogy mi legyen. Itt, itt milyen volt az összetétele a helyi hatalomnak? Mennyire volt velük ne, könnyű vagy nehéz tárgyalni? Hát itt ugyanaz történik, sőt, még fokozottabban. Ugye, fekszi ekkor itt a megyei tanács elnöke, és hát nem nagyon tudják, hogy, hogy mi lesz, tehát nem érzékelik ezt a dolgot. De a 26. óta már a az AVH-sok, a pártagok vezető rétege már kocsiba ül, és elmegy Ungvárra. Tehát én a megyéből, Szabolcs-Szatmár, hivatalosan, szabolcs már megyéből nagyon sokan mennek Ungvárra. Amúgy különben azt is mondhatnánk, hogy igazából, ha a megyének így kicsit növelnénk a területét, akkor az Ungvári eseményeket is nagyon szépen nézhetnénk, mert Ungvárnak központi szerepe lesz majd a a restaurációban, a szovjet hatalom építésében Rengetegen politikai megbízottak az AVH-ból, a, a, rendőrség, a karhatalmi erőkből, nagyon sokan menekülnek majd Ungvára. Feksít marad, hát mert hogy elfogják, tehát hogy igazából ő nem tud majd elmenekülni. És akkor a megyei tanács egy időben, hát hogy mondjam, hezitál, mi is fog történni, tárgyaljunk-e, ne tárgyaljunk, legyünk-e kemények, hogy lépjünk-e fel a karhatalommal, vagy történjen valami dolog, de aztán az történik, hogy, a, a, hát ez egy nagyon rövid időszakról beszélünk, azért valljunk meg őszintén, ugye nagyjából két hétről van itt szó, tehát itt egy nagyon gyors változások történnek, ami igazán majd itt a városban is, hát meg az egész Magyarország szempontjából fontos lesz, hogy az 30-a, 30 31-e, különösképpen majd 31-e, amikor ugye a Szovjetunió párt a PB, a, a szovjet kommunista pártnak a legbelső vezető bizottsága úgy dönt, pontosabban, majd ezt mindjárt mondom, mindesetre kiadja Konyev Marsalnak a parancsot, hogy akkor a szovjet tankok megindulhatnak Magyarország ellen. Mondom, nem kell megindulnia, mert már itt vannak. De közben az áhonyiaktól tudjuk már, ott az akkori leírásokból, beszédekből, nyilatkozatokból, Szűcsándornak a naplójából, hogy már 23-a után a Ponton hídat felállítják, és a Ponton hídon keresztül szabad mozgása van a szovjet hadseregnek, ők nem tudják ezt megállítani. Most volt egy talán gyakorlat is, volt 31 előtt, hogyan tudnak ezt igen, igen, van egy gyakorlat. hát ő azt írja, hogy ők felmásztak a református templomnak a tornyában, onnan néztek át, és látták, hogy hát, gyüzsögnek a, a, a katonák a másik oldalon, tehát nagyon sokan vannak, és próbálják. Igen, azt, hogy hogyan lehet minél gyorsabban deszantosan átmenni a Tiszán, és hogyan lehet a, a harckocsikat átvinni, mert a, fel van robbantva a vasúti híd, ami a háború után vagy háborúban felrobbant, és akkor azon nem tudnak közlekedni, csak a vonatok járnak. A harckocsik nem, ráadásul az eldúl. Mert hogy a szűzsándorék megakadályozzák azt, egy tíz napon keresztül hogy beérkezzenek, megtagadják. Tehát többször is kérik a másik oldalról a szovjet vezetés, hogy fogadják a személyszállító vonatokat, a teher szállító vonatokat, ők ezt megtagadják, és mivel kétszer is kimennek majd csapra a szerelvények, ebből azt gondolom, hogy járható az út, mert kétszer is a Szovjetunióból, akkor visszajövő Moszkvából egyéb más egyetemistápolitikai politikai megbízottak, akik csapon vannak, hogy hazahozzák őket, két személyvontot átvisznek majd. Ebből azt gondolom, hogy maga a, a vasúti híd valószínűleg járható, de ők nem fogadják a Szovjetunióba érkező vasúti szerelvényeket, és akkor így fel fog majd egymás mögé, így feldug, majdnem egészen kievig a pálya telített lesz. Így megakadályozzák azt, hogy a szovjet hadsereg hozza a, a harckocsikat. Mert hogy át kellett rakni. Ugye a igen, egyrészt egy át kellett volna rakni, másrészt pedig nyúlta. ugye át maga a szovjet hadsereg a, ezt a mostani háborúból is látjuk, hogy alapvetően a vasútra van rá úzva, és hogyha ebben gondok vannak, akkor magával az ellátással is ö, problémák lesznek. Szóval, hogy 31-én kapja meg Konyava parancsot, és ez, ez a jó, hogyha ezt így írják a történelmi könyvek, mert valószínűleg ugye informálisan már megszületetett a döntés, hiszen már 24-től, 25-től már mozgásban van a, a szovjet hadsereg, tehát egyértelmű, hogy ők már megkapták az értesítést, hogy fel kell lépni, vagy hogy valamilyen módon technikailag meg kell szervezni a, a megszállást. De 31-e az, az, a döntő fordulat lesz majd, mert akkor megszületik a döntés, ugye elsőjén Kádát ki is viszik Moszkvába, elsőjén éjszaka ki is viszik majd Moszkvába, ahol közlik vele, Igazából megkérdezik tőle, hogy vállalja-e, vagy nem, mert hát, hogy ez olyan dolog egy politikus számára, mondhatja azt, hogy nem, csak akkor tudja nagyon jó, hogy akkor itt a, a politikusi pályafutása véget ér. Ráadásul ugye vele ment Milik Ferenc, és is tudta Kádár, hogyha... Ha hanem, ő nem, akkor... akkor értem. De ez mindig így van politikában, ha én nem, akkor majd lesz, aki ezt vállalja. És akkor itt megint ungvár. Ugye akkor itt megint így belebotlunk ungvár történetébe, mert ma már a legújabb tanulmányok, szakirodalmak hozzák ezt, hogy nem szólnok, és Rossz nem is szól a rádió. Igen, tehát nem is szólokon a... veszi fel Kádár, mm. hanem ez Ungvár, és kárpátaljai tanulmányokból tudhatjuk, hogy élt még nem olyan régen egy-két szemtanú, aki látja Kádárt Ungváron és környezetében a magyarokkal, akik ott vannak kint, és hát akkor veszik fel valószínűleg magát a, a, beszédet, hogy az új kormány megalakul, és Ungváról fogják lejátszani, és Szolnokról fogják felerősíteni majd Magyarország irányába, és akkor így hallja majd mindenki, hogy november 4-én, amikor végül is a forgószél hivatalosan elindul, a forgószél hadművelet, akkor új kormánya lesz Magyarországnak, amelynek a vezetője Kádár János. És őt majd 7-én, ez is olyan furcsa, hogy november 7-e, és orosz tankok okozzák. Tehát, hogy az orosztankokon érkezik meg. Tehát minden olyan, így utólag nézve már minden annyira szimbolikus, ami akkor történik, hogy ez november 7-el, érkezik meg, és végül is megszállják az országot. Kicsit térjünk vissza október 26-a környékére. A megyének és nyíregyházának kik azok a hősei, névtelen vagy nevesített hősei, akik ebben a két hétben tényleg olyanokat tettek, amelyek fontos a közösségünk érdekében? Mivel, hogy nincsenek munkásaink, és nincsenek hallgatóink, tehát felsőoktatás, ezért mindenki egy kicsit ilyen, így a, bele sodrólik ebbe a történetbe. Tehát se egyik karakterünk se olyan hős típus. Tehát nem ránéznénk akár külsőleg, akár az előzetes története alapján, hogy azt mondanánk, hogy igen, na, ő fogja vezetni a közösséget, minnyáján sodródnak, ebbe a dologba. Ez a pénteki nap. Itt különösen Nyíregyházán, mert a három legfontosabb szereplő ekkor sodródik bele a történetbe. Hát ugye Szilágyi László lenne az, aki majd a későbbiekben a Megyei Forradalmi Bizottságnak is lesz a vezetője, először a városinak, aztán a megyének, Ő, fogja, ő tárgyal mondjuk fekszivel, meg a későbbiekben ő lesz, aki házi fogságba fogja majd fekszíteni. Szóval, hogy Szilágyi László, aztán természetesen Tomaszowski András, akinek a neve nagyon sokat szerepel, és hát mindenhol leírják, mindenhol tudjuk, hogy a, ő lesz majd az, aki a vörös csillagot. Amúgy különben mindenhonnan leszedik a vörös csillagot, csak ez egy ilyen látványos dolog lesz, hogy a hatalmas nagy vörös csillagot majd leszedik a pártház épületéről, és akkor ő is ott van, és ő, ő lesz az, aki ezt ledobja a mélybe. És aztán természetesen talán a másik szereplőnk, Rácz tanár úr, a Kosút, és akkor megint vissza <gélikus> ez a van, Gélikus, francia-magyar szakos tanára lesz, aki viszont a Városi Forradalmi Bizottságnak a, a vezetője lesz, és hát ő a perben, ami majd ugye 57-ben 57 őszén fogják majd őket, és akkor 57 őszén van a per, már 57 elején elfogják őket, 58 május 6-án aztán Tomasovszi Andrást is, és Szilágyi Lászlót is kivégzik majd. Szóval, hogy nem csak hogy hőseink vannak, hanem hősi halottaink is vannak, akik tényleg vérüket áldozták azért, hogy a, a közösség másképp éljen. Hogy milyen legyen az az új élet, az még azért annyira nem volt markánsan meg leírva, vagy úgy a fejekben összerakva, egyet biztos nem akartak Szovjetuniót, nem akartak Szovjetzónát, és nem akartak olyan életet. Mást akartak. Akkor még a politikai pártok is nagyon kis kezdemények voltak, akkor még a programok nem voltak jelen, de ami hangsúlyosan itt a megyében mindig is jelen volt, az a kollektivizálás elleni harc. Ezt csak azért mondom, mert például kocsort ebből a szempontból érdekes lehet, fennmaradt egy forrásunk, amelyben maga a, a község forradalmi tanácsa, mert ott is a megalakul, Máté Szalkán. Van ugye a központban, a járási forradalmi bizottság az Máté Szalkán van, hogy írnak egy levelet a szomszéd községnek, hogy hát a, jó, megtörtént a kollektivizálás, meg vannak a TSZ-ek, na ez ennek a világnak vége, és akkor szeretnénk, ha tisztáznánk azt a dolgot, hogy akkor a tulajdonviszonyok hogy is vannak, mert hogy megszüntetjük a TSZ-t, Amúgy át hozzátem, körülbelül 70%-a a megszűnik. Tehát ahhoz képest, hogy 23 és 30.-a között vagyunk, egy hétről beszélünk, itt 70%-a a azonnal megszűnik. Tehát ez már jelzi azt, hogy, hogy ez, egy, ez a legfontosabb a mi térségünk számára, a földet hogy, hogy, hogy földet vissza, földet vissza. És ezért nagyon jó film, és ezt tudom mindenkinek ajánlani, mindig szokták nekem mondani, hogy állandóan ajánlgatok dolgokat, de minden esetre a kósának a tízezer napját, ezt mindenki számára nagyon tiszta szívvel tudom ajánlani, hogy érdemes megnézni, mert annyira teli maga a, a film, és annyira jól hoz ezt a három generációt, hogy ez a tízezer nap, ez a három harminc évről szóló dolog, is ott egy, három generáció futott egymás mellett, amelyben benne van 56 is, és benne van 45 is, és benne van a kollektivizálás is, hogy értsük meg, és érezzük azt, hogy mit jelentett mondjuk egy, Paraszti társadalomnak, az agrárikumnak mit jelentett az, hogy föld. Ami nem, nem pusztán az, hogy eszköz. Tehát ez nem arról szól, hogy eszköz. Ez életforma, életmód, hagyomány, minden, amit hozzá tudunk rakni, értékrendszer, ez ebben reprezentálódik, ebben jelenik meg, és itt ebben a pillanatban, itt még élnek, már meggyengültek azok a kötelékek, amelyek a föld és a hagyományos társadalomhoz kötötték ezt a korszakot, de itt még ezek a hagyományok élnek. És Kús ezt nagyon-nagyon szépen dolgozza fel, azt az összetettséget, hogy itt a hatalom irányából hogyan érkezik a paraszti társadalom, és olyan szépen világosan jeleníti meg az egész történetet. Úgyhogy nem is tudnék más mondani, hogyha valaki arra lenne kíváncsi, hogy Nyíregyháza, Szabolcs, Szatmár megye, hogyan is történt ez a dolog, az ő filmét tudom ajánlani. Nagyon kevés időnk van már, de még néhány gondot beszéljünk Záhonyról is. Ugye szó volt arról, hogy már a Október 23-án, 4-én, 5-én már a református templom tornyából látszott, hogy mi történik Ugváron és a határon. Ugye 31-én, amikor megindulnak, meg aztán november elején ott is történik puska lövés, tehát ott is van egy némi harc. Ö, igen, hát igazából az egyetlen komoly a környékünkön, mert hogy november 4 hát az a forgószél a hadművelet november 4-én, a szovjet tankok körbeveszik majd, egy légvédelmi bázis van Záhonyban, van egy laktanya és van a vasútállomás, ugye ez a két legfontosabb intézmény lesz. Ebben a pillanatban már nem Szűcs Sándor lesz a vezetője az egésznek, mert az elején, mikor elindul a gyors változás, Szűcs, aki Később előtte is bizonyította, meg utána levő életében is bizonyította, hogy nagyon-nagyon jó szervezőkészsége lehetett, meg nagyon jó hatással lehetett a közösségre. Ezért nem csodálkozom azon, hogy először a vasutasok választják meg, a Munkástanácsnak a vezetőjévé, utána a katonai Bizotmány vezetőjévé választják, utána kettőt egyesítik, és akkor ennek lesz majd a vezetője, de 30-a után már nem bíznak meg benne annyira, ezért már nem ő lesz a katonai bizotmánynak a vezetője, de negyedikén, ilyen november negyedikén, ahogy a, szovjetek, a szovjet tankok átjönnek, akkor körbe fogják magát a laktanyát, és felszólítás nélkül, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindenfajta előzmények is felszólítás nélkül végül is lőni fogják egy ilyen 15-20 percig lövik majd a laktanyát, és öten akkor ott meg is halnak, meg hát több tíz a sebesülteknek a száma, de felszámolják ott a katonai alakulatot, és ez a legvéresebb összeütközés itt a megye területén. Maga Szűcs Sándor is fogságba kerül, kikerül majd unvár, és utána aztán majd visszahozzák őket január végén, február elején jön vissza majd Nyíregyházára. Hatalom bizonytalan. Tehát 57-ben még nem nagyon lehet tudni, hogy, hogy mit akarnak, ki ellen lépnek fel, kik is a bűnösök, Kik a, akiket meg kell büntetni, ezért elengedik majd Szücsöt, hazajön, kapja az infót, és az az érdekes, ez a dolog dologban tényleg a jó, hogy annak idén, amikor ő a Záhoynyiban az állomás főnök lesz, akkor azt kéri, hogy az avh tiszteket, akik be vannak építve a rendszerbe, azokat hát bocsássák el, vagy ne legyenek ott szolgálatba és az egyik ávíjást is szól majd neki, hogy megkapta ő a parancsot, hogy este menni kell, érte? Uh -huh. És akkor így tud arról, hogy neki menni kell, és ugye Máté Szalkán volt előtte állomás főnök, ezért Máté Szalkára megy, ott egy éjszakát van, onnan Máté Szalkáról is menekül, akkor Budapestre megy, ahol a testvére van, ott lesz majd két éjszakát, és utána, hát gondolom ez alatt tudják megszervezni azt, hogy akkor elhagyja majd Magyarországot, és először Ausztriába van néhány napig, utána pedig aztán Norvégiába kerül, és Norvégiában is, hát egy jó karriert fut be a, a, a Norvég állam, mint mérnököt alkalmazni fogja, vasútmérnökként fogják majd alkalmazni, és akkor ő megírja a naplóját, megírja a visszaemlékezéseit, és utána e, majd erre tudunk legtöbbször hivatkozni, amikor arról beszélünk, hogy záhony és záhonya kapcsolatos események. Nagyon sok mindenről tudnánk még beszélni, de ennyi fértem a mai műsorban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és akkor talán majd később folytatjuk a megye és a város történetével. Köszönöm, hogy itt volt velünk. És köszönöm szépen a meghívást. Eddig tartott ma a 35 perc legközelebb szerdán várom önöket, amikor két évfordulóra reformáció ünnepéről, valamint a 60 éves nyíregyházi tanárképzésről is szó esik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!